Szia Flex! Hello mindenki! For millions of years, there was no one in the city. It sat by the water, empty, just an inert piece of terrain, where plants and animals grew up and died a million times. Earthquakes, glaciers, and floods passed through with no fanfare. Then one day, Sparla and her husband Jamqua saw the land from the top of a nearby mountain and thought it looked like a safe and fertile place to move their community. They came down from their vantage point and told a few others who were about the verdant land between a river and the sea. The group crossed the water with their satchels and built makeshift huts on the beach. As generations passed, the huts became houses, and the houses became buildings, and the buildings became real estate investment portfolios. The ancestors of these original settlers wanted to go to a new brunch spot, but there was a line around the block, so they went to the grocery store instead and got stuff to make pancakes at home. Szóval az maximum csak megkönnyíti a mozgást, hogy nincs cutscene, de cutscene közben ott lehet mozogni, szóval ha jól mozogsz cutscene közben, akkor semmit nem veszesz. És semmit nem is nyersz, hogyha nincs cutscene, ott legalábbis.
Na mi van, Sweet? Na végre valaki, bazd meg, na csá! Nem tudom, erre most mit lehet mondani. Lehet, hogy nem, nem tetszene. Én nem vagyok így vele, hogy minden jobb időt próbálok csinálni. Annyira nem hosszú a speedrun, szerintem könnyen megtanulható. Hát most kezdek megint eljutni oda, hogy így van két, most van két skip, ami ilyen... Van egy új ma, ami ilyen... Hát... Ha beadja, beadja, ha nem, akkor jó van. Szituáció, tehát most jutottunk el oda. Azon ki van egy másik, ami kb. Ha jó időt akarsz, így muszáj. Azt néha meg tudom csinálni. De azon kívül meg görgözni kell konkrétan, mert sok párbeszédet kell elkattingatni, görgözni kell, jó movement kell, azt amúgy ennyi. Nem, az első 10 nyer. Az első 10 nyer. Azt hiszem az első $5000.
Ennyi amúgy a speedrun. Ez most elég szar volt, de mégis 10-24. Ez lehetett volna, ez is lehetett volna akár 10-en belül. De azzal az új skippel, amit ma... Hát amúgy van több magyar ismerős, de Mucsi is nyomja. Ő meg az, hát ugye ő meg, neki azért van... Hogy mondod ezt? Van már története, vagy nem tudom, hogy mondod ezt. Még két hétig tart sweet. Nagyon nyomják most a nagy speedrunnerek is, szerintem most így poén, nem tudom, majd meglátod. Egy-két izét beletolsz, majd látod, azt max nem nyomod amúgy, szerintem ennyi. Hát, igen, mondhatjuk így is, igen. Tehát neki már azért van tapasztalata a dolgokban. De hogy, tehát hogy nagyon sokan nyomják. Mármint akik, tehát hogy nem nagyon sokan nyomják, nagyon sok olyan ember nyomja, aki speedrunner, tehát nagyon sok speedrunner nyomja. Szóval azért van elég nagy competition. Nagyon jó speedrunnerek nyomják. Ja. Így ezt tudnám mondani. Ha olyan van, akkor tudok segíteni amúgy. Szóval a legjobb idő az most ilyen 9 perc körül van. Nekem 10-0... Mennyi volt? 10-0... 10-0-7. Kell amúgy, megnézel egy speedrunt kb. Szerintem mindent tudni fogsz. Nem vagy te annyira hülye gyerek. Most már lehet körközni elvileg. Elvileg makrót is lehet használni. Vagy mi a HK scriptet elvileg lehet használni, hogy más gombokkal használj. Más gombokat, tehát ugye alapvetően igazából ez a görgözésre fontos, vagy görgözésre, párbeszédeknél. Aha. Meg hát, legalábbis nekem nem valószínű, de hát azért lehet pénzt is nyerni. Meg aki élvezi szerintem a speedrunlást, azt szerintem élvezi ezeket a dolgokat. Persze. Egy perc, több mint egy perc lemaradásban vagyok most. Voltam már 30 másodpercre, sőt volt olyan állapot, ahol még akár akár egy óráig is tartottam volna a világrekordot, hogyha sikerült volna ránom. Két napja, úgyhogy még van bőven belőle. Most hónap meg hónap után is nagyon lesz. Hónap egyáltalán nem eszek, hónap után meg nem tudom. 9 perc a run, és a 9 percből egy csomó cutscene van, szóval én azt mondanám, hogy egy ilyen 5 perc a lényegi része. Abból most két olyan skip van, amit ha tényleg jó időt akarsz, akkor nem kell gyakorolni, és még azt mondom, hogy abból az egyik az, amit most ténylegesen tudsz per pillanat gyakorolni, de hát még van 12 nap, ki tudja, hogy mi lesz addigra, még lehet, hogy hónapra már ezt nem is kell tudni. Tudod, hogy megy ez. Nem nagyon. De úgy van, hogy lehet, hogy most már van, nem tudom, de bizonyos részeknél tudsz restartolni egy checkponttól. Szóval igazából annyira nem egy nagy valami. Ilyen fél perceket kell oda menned. Tehát ott konkrétan közvetlen előtte oda tudsz menni. Mind a kettőnél közvetlen előtte van egy checkpoint. De nem állítottam át a
makrót. De, és hogyha meg full grant akarsz, akkor optionsbe kell clear save datázni, és úgy indítani egy újat. Hát azért jó tud esni az, hogyha egy nagyon jó időt csinálsz, azt az még VR is lesz. Nyomjad, nyomjad! Ha más nem, akkor legalább tudsz arra küzdeni, hogy megelőzz engem, aztán meg hogyha meg... Most igazából nekem így kicsit az is izél, hogy na átomútyot meg tudom előzni, amint az ő idején jobbat csinálni. Nyilván az egyik ilyen lehetséges cél, másik az meg, hogy hát még jobbat. De hogyha te is nyomod, akkor meg ugye, ez még jobb lehet. Ezek mindig jók. ...49 alatt? Hú, na, végre 49 alá mentem itt. Ez fasza. Ennyit a 49. Főleg. Jó. De azért az első spit az jó. Szesítes. Már volt pb, ma volt, jaj, 10 perc alatt, de ma már volt pb-m. Amúgy. Nem tudom, 9 perc körül. Lehet, hogy 8 perc, 50 valamennyi talán. Milyen 2 percet? Igen, 9.23 volt tegnap, most meg 9 körül. De amúgy van egy új skip, ami kb. Ennyi. Csittes, most nála vagy van azon. Ezt inkább hagyjuk. A szar volt. Emberre, hát az én időmhöz képest nincs 2 perc a 9. Yeah.
Tehát kb. Egy perc vagyok lemaradva, de az a skip az ilyen annyira RNG, hogy... hogy nem biztos, hogy megéri most oda szarakodni. Per pillanat legalábbis. Hát ennél durva, ami most az új, az annál durva sokkal. De hogy nem beszél vele? Hát csilingel, még el is kezdi a hangját mondani. Milyen görgősök? Basznak, mármint hogy amúgy jobb, hogyha görgözni mehet, de... Most nálam lassú volt, de mégis jó lesz, hogy... Hát, jó lesz ugye. Még így is 49-76. Komoly volt. For millions
of years, there was no one in the city. It sat by the water, empty, just an inert piece of terrain, where plants and animals grew up and died a million times. Earthquakes, glaciers, and floods passed through with no fanfare. Then one day, Sparla and her husband Jamqua saw the land from the top of a nearby mountain and thought it looked like a safe and fertile place to move their community. They came down from their vantage point and told a few others who were camping in a cave about the verdant land between a river and the sea. The group crossed the water with their satchels and built makeshift huts on the beach. As generations passed, the huts became houses, and the houses became buildings, and the buildings became real estate investment portfolios. The ancestors of these original settlers wanted to go to a new brunch spot, but there was a line around the block, so they went to the grocery store instead and got stuff to make pancakes at home. Pancakes at home. Gyerekek, bassz meg! Pózna, bassz meg, pózna! Az a baj, hogy ez nyilván szarabb lesz, mint amilyen időm van. De egyrészt az elején is szar volt, másrészt a billboardnál is szarakodtam. A pózna is szar volt.
De legalább be van fejezve. Legalábbis meg... Majd mindjárt kiderül. A főleg az. Plusz 2-4. Hát ja, amúgy ez bőven 10 alá tudnék menni. Thank you.
For millions of years, there was no one in the city. It sat by the water, empty, just an inert piece of terrain, where plants and animals grew up and died a million times. Earthquakes, glaciers, and floods passed through with no fanfare. Then one day, Sparla and her husband Jamqua saw the land from the top of a nearby mountain, and thought it looked like a safe and They came down from their vantage point and told a few others who were camping in a cave about the verdant land between a river and the sea. The group crossed the water with their satchels and built makeshift huts on the beach. As generations passed, the huts became houses, and the houses became buildings, and the buildings became real estate investment portfolios. The ancestors, these original settlers, wanted to go to a new brunch spot. There was a line around the block, so they went to the grocery store instead and got stuff to make pancakes at home. Úgyhogy hát, ha sikerül a pózna elsőre egyből. Menjetek ma a csába, bazd meg! Na, és akkor úgy így tud restartolni itt ezt a checkpointot, ez az egyik olyan skip, amit mondtam. Elég magas. Még nem megy odáig. De jó, ez lenne a lényeg.
Ez lenne a lényeg. Ja, ez lenne a lényeg. Ennél. A másikat hasz meg... Hát azt ne... A másikat szerintem... Szerintem olyan 30 trágból egyszerűen sikerült megcsinálni. Pedig az, az is egy... Az konkrétan egy fél perc legalább. Fél percet skip. Azzal inkább várok. Hát ha valakinek lesz valami normális setupja. Hát itt gyakorlatilag annyit csinálsz, hogy... Vagy görgőzöl, vagy beállítasz egy gombot, hogy végignyomja a bal klikket. Szeszignó. A párbeszédeknél. De most már szabályos. Nem tudom, hogy van a Delek, de ilyeneket simán szívesen vesznek Discordon. Itt is folyamatizálni kell, skip dialog. Skip, skip, skip. Föl kell venni egy érmét. Legyek kell kinyitni az ajtót. Ha hozzáérsz, akkor ugye megállsz és ott így egy helybe állsz, amíg ki nem nyílik az ajtó, úgyhogy érdemes így ráugrani és így az ajtó elé érkezni valahogy, hogy tudsz. Mint így el szoktam ugrani jobbra, mert ott sokszor beakadok a sziklába, vagy a kőbe, vagy nem tudom. Itt ezt ki kell kerülni, mert amúgy triggerel egy tutorial küldit. Igazából, hogyha rámész, akkor sincs semmi, mert akkor fönt még van egy másik ilyen kör, amit ki tudsz kerülni, de jó. Itt is ugrás közben kell dialógust megcsinálni. Én nekem van az egérbe beépítve. Sisteris Prime egérbe van nekem. Azért, hogy nagy részt ezeket a párbeszédeket, amik olyanok, azokat ugrásból kell görgözni, mert hogyha ugrásból csinálod a párbeszédet és tovább ugrasz, akkor úgymond nem lesz animációja. Tehát ilyen animation cancel van. Hát most nem tudom elmondani, mert ne figyelni kell. El is basztam. Mégiscsak beszéltem ahelyett, hogy megcsináltam volna. Ez a lényeg, hogy bemész ide a shopba, ugye nem tudsz egyből párbeszédet indítani, ezért dupla escape-et kell nyomni, hogy gyors megszakítsd, azután egyből beszélsz vele, görgőzöl, mert bele kell ugrani a csőbe, de nem szabad túl közel beleugrani a csőbe, mert akkor utána nem fogsz tudni instant dialógust indítani újra. Azért fontos az instant dialógus újra, mert akkor, hogyha instant beszélsz vele, akkor utána föl tudod venni a hajódat. És utána instant el tudod kezdeni újra a dialógust, anélkül, hogy az animáció megszakítana. Jó, mindegy, megpróbál megmutatni, hát ha sikerül. Ezt a másik skipet. Aztán a tutoriában le kell menni az első faszihoz, és beszélni kell vele, és mondani kell, hogy biztos, hogy végeztél. De mikor azt mondanak, hogy végeztél, gyors, ki kell lépni, és meg kell csinálni a tutoriát még egyszer, ezért dupla XP-t kapsz. Saw the land from the top of a nearby mountain and thought it looked like a safe and fertile place to move their community. They came down from their vantage point and told a few others who were camping in a cave about the verdant land between a river and the sea. The group crossed the water with their satchels and built makeshift on the beach.
Most meg is mondhatom, hogy amúgy mi lenne a lényeg. Hát, ha meg tudom csinálni most a mod, de az egy kis idő. Az a lényeg, hogy ugye itt van egy ilyen Skybox, vagy nem tudom, hívjuk Skyboxnak ugye, ami nem engedi, hogy átmenj a következő zónába, ami alapvetően be sincs töltve. Az a lényeg, hogy ugye az egyik küldi után kapsz egy maszkot, ami azt csinálja, hogy ha rajta van a maszk, akkor tudsz mindenféle pirulát dobálni. A Viagrát, és a Viagrát kapod meg ezzel a küldivel, azt jelenti, hogy a Viagra, hogyha rálövöd dolgokra, akkor így megnőnek. És az a lényeg, hogyha itt vagy a torony mellett, akkor egy bizonyos szögből elvileg most meg lehet csinálni, meg ha szerencséd van, meg ki tudja, hogy ezen a úgy nő meg, hogy abban a pillanatban átlök ezen a skyboxon. Hasonló elvre épül ez, az az előtte lévő útvonal, amit még én most itt csinálgatok, mert ez normálisabb. Ugye itt ugyanígy itt van ez a skybox, és ezzel a táblával próbálod magadat átlökni. Hát most nyilván nem sikerült, amikor meg akarom mutatni. De az a lényeg, hogy megnő a tábla, átlök ezen a skyboxon, és akkor átkerülsz abba a zónába, ami nincs betöltve. És ezzel, hogy abba a zónából át tudsz menni az egészen az utolsó területre. Alapvetően úgy működne, hogy ugye területekre van bontva a játék, ez az első terület, ez a második terület. Nem tudom, valamelyik a harmadik és a negyedik, és ez az ötödik az utolsó terület. És azzal, hogy ugye átmész itt, mindegy igazából hova mész át, de hogy bármelyik másik területre, ami nincs betöltve, mindegy, hogy milyen módszerrel igazából, azzal gyakorlatilag el tudsz utazni idáig, és mivel elvileg megvan a kapu progresszed, amit bal fölül látsz, amit nem látsz a kamerám miatt. De ott van a kameránál ott van a kis kapu progress. Ez emiatt ugye ki tudod nyitni az itt lévő kaput. És hogyha kinyitod a kaput, akkor ez a zóna teljesen betölt, és az utolsó zónából ugye gyakorlatilag a játék végéig tudsz progresszálni. Amúgy kb. A nagy része ennyi a speedrunnak.